Az adventi várakozás idejére időzítette első beiskolázási programját a Rozgonyi iskola. A leendő elsősöket és szüleiket hétfő este várták az intézménybe zenés, mesés műsorral, na és persze a Mikulással. Mikulásváró programra invitálta a nagycsoportos óvodásokat a Rozgonyi iskola vezetősége. A rendezvényen negyedikes diákok szórakoztatták az iskolába készülő kicsiket. Mikulás vagy télapó, itt szeretnénk egy kicsikét talán utat is mutatni. Mikulás van december 6-án, ebből az alkalomban rendeztünk egy beiskolázási programot, ahol meghívtuk a Nagykanizsa és a környékbe az érdeklődő óvodásokat. Egy műsor keretében szeretnénk kedveskedni nekik, és hát nem a lapföldi Mikulás, de azért valamit hoz azért a mi Mikulásunk is. Hópelyhek, krampuszok és a Mikulás édességét megdézsmáló rossz csontok is bemutatkoztak az óvodásoknak. Apró pelyhek, le is esik, a kis szorromra. A Mikulásváró műsor végére természetesen megérkezett a Rozgonyis Mikulás is, akinek verset mondtak, énekeltek is a bátrabbak. Az óvodások szépen énekeltek és mondtak verset, de az iskolások talán még szebben. Úgyhogy fontos, hogy még tovább nőjenek nagyra, és még okosabbak legyenek a gyerekek, még annál is, mint amilyen okosak most. És engem a Rozgonyis tanítónénik hívtak, hogy itt csupa jó gyerek van, adjak nekik ajándékot. Örömmel jöttem. A Mikulás jóvoltából minden gyermek kis ajándékkal távozott az iskolából.